Sziasztok! Május 23-a van, hétfő, és ma napközben voltam a Lidl-be, és vettem pár dolgot, mert most itthon van a fiam, hazajött 3 napra, meg jön még a másik fiam is, úgyhogy gyorsan oda raktam egy kis tésztát, és csinálok ilyen paradicsomos, ilyen bazsalikomos, szószos, ilyen húsi darálkozósat, úgyhogy ezt mindjárt berakom egy serpenyőbe szépen, és akkor ez már fő, úgyhogy az lesz a kaja. És akkor vettem még pár cuccot, hogy legyen mit enni. Vettem 18 darab tojást a Lidl-be, vettem paradicsomot, ugye ami akciós volt, ilyen tojás paradicsom. És van itt áfonya, az is akciós volt, ez ami 500 forint volt, és egy májkrém, egy ilyen Lidl-ös májkrém, aztán van itt egy piros füstölt trappista sajt, ez is elég jó. Aztán nézzük még, miket vettem, nekem egy ilyen paprikás szeletet, mert ez úgy finom a szendvicsen. Aztán vettem pulykamersonkát, ilyet, kettőt, vagy lehet, hogy hármat. Igen, hármat. Három ilyen pulykamersonkát. Aztán vettem egy sörfelvágottat is. És vettem 2 medgyet a mizinbe, mert ami volt itthon, az már mind elfogyott. Ezt majd hamarosan el is rakom, mert szeretném, hogy megolvad. Aztán vettem egy ilyen csertés rudacskát is, és vettem a másik házba egy ilyen mandulás folyékony szappant, mert az elfogyott, olyan sokat kellett, hogy kezet mosni, meg vettem egy hűt banánt. Aztán nézzük még, hogy mit vannak itt. Vettem 2 epret, ezt meg fogom majd kiszólni, és akkor ezt ilyen édesítős tejszínhabbal megesszük. Ilyen pécsi epret. Aztán itt elég sok ilyen pécsütemény van, meg vettem ezt a Kinder Pingvi 4 darabot, így egybe. Aztán, ja igen, somlói galuskából 3 dobozzal. Magamnak nem vettem. Ez az. Ez most azonnal berakom a hűtőszekrénybe, mert félek, hogy valami bajuk lesz. Itt megolvadnak. Na. Jó. Na, már vissza is jöttem. Aztán vettem teljes kiörlésű kiflit. Ezt a nosztalgia teljes kiörlésű kifli, ebből 6 darabot vettem. Aztán vettem ilyen túrós táskát, abból 4 darabot. Akkor síki, nagyon gusta volt. És igen. Aztán van itt egy teljes kiörlésű ilyen szeletelt kenyér, és vannak még itt finomságok, ez ilyen gyros párna, ebből még egy gyros párna, és akkor itt van az a belga csokis édesség, ebből is van 4 darabot, és akkor vettem egy ilyen sajtos osztját, ez is nagyon finom, és hát ilyen szokásos leves, gulyás leves az nem volt, de ennek is most már fölment az ára, mert múltkor még 80 forint volt, most meg már ami 92, szóval ennek is szépen kúszik fel az ára, nem sokára eléri a 100 forintot, ez a cukrus leves, és akkor van itt még egy pár ilyen levezgyöny, egy gyereket vettem, aztán most
most az lesz, hogy ugye meg fog főni a tészta, megcsinálom a húsos tésztát. Már fölteregettem a úszócuccot, mert ma is voltam úszni, bepakoltam a következő alkalomra a fürdőfelszerelést, nehogy itthon maradjon a fürdőruha, és aztán enni fogunk, virágokat meglocsoltam, egy mosnivalót is odaraktam, úgyhogy ezek a teendők, úgyhogy remélem tetszett nektek a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, és akkor a legközelebbi videóban fogunk találkozni. Sziasztok!